Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A rövid hír, hogy még az elmúlt esztendő augusztusában próbaéneklést hirdetett az Alba Régia Szimfonikus Zenekar egy alakuló oratórium kórusába, ahol szoprán, alt, tenor és basszus pozíciók betöltésére kerestek énekeseket. Október 20-a tájékán volt a meghallgatás. És hát erről fogunk beszélgetni, hiszen oratórium kórus Fehérváron, mármint az Alba Régia Szimfonikus Zenekar keretein belül nem volt, sőt egyáltalán nem volt egy profi kórus. Vendégeim pedig Major István, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója, tisztelettel köszöntelek, és Radics Éva, a kórus karnagya vezetője, művészeti vezetője. A jövendő kórus művészeti vezetője, akit egyébként ismerünk, hiszen nemrégiben jöttek haza Shanghaiból, és a Muzikolorének együttes karnagyát, illetve a Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógusát is köszönhetjük személyedben. Örülök, hogy itt vagytok velünk. Nos, egyébként még annyit hadd mondjak el, hogy a oratórium kórus másik művészeti vezetője, Pass Zoltán lesz a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya. Nos, István, alapvető kérdés, mi tette szükségessé, miért gondoltátok, hogy szükség van egy állandó oratórium kórusra? Ha szabad, akkor egy picit távolról indulnék. Először is azt gondolom, hogy egy különleges kort érünk most meg. Általánosságban mondom, ahol a kultúra szerepe felértékelődött. Ezt országosan gondolom így. Ezen belül is Székesfehérvár ebben nagyon erős, hiszen az elmúlt években több olyan komoly stratégiai lépés történt a város kulturális életében, ami ezt mondatja velem. Hát először is ugye, ha a saját dolgainkat nézzük, akkor az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak a önállósítása, illetve ennek a következményeképpen megerősödése a zenekarnak, ez egy fontos lépés volt. És mivel a fehérvári koncert életben az a hagyomány él, hogy évközben nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor mutatunk be oratórikus műveket, tehát templomban nagy szimfonikus zenekar, kórus és szólisták közreműködésével darabot, így fontosnak tartottuk azt, hogy a kórus életet is fejlesszük Székesfehérváron. Ez annyit jelent, hogy a nagyszerű és nagyon jó együttműködésben együtt dolgozó, együtt élő helyi amatőr kórusok mellett elindítottunk most egy olyan kórus, amely hivatásos, professzionális énekesekből, énekművészekből áll össze. Ez egy kis létszámú kórus, amely több funkciót kíván betölteni. Egyszer kívánja azt a funkciót betölteni, hogy segítse a nagy produkciókat, tehát azokat, ahol az egyesített székesfehérvári kórusok fellépnek, ott ő is jelen legyen és szakmailag rutinjával segítse ezeket a produkciókat. Ezen kívül ugye a megnövekedett koncertszám, a megnövekedett igények miatt többször adódik olyan lehetőség is, ahol egy kis kórus egy gyors felkészüléssel, ütőképes felkészüléssel hoz létre egy produkciót, és ezeket az igényeket elégítené ki ez a kórus. Itt gondoltunk például olyan liturgikus megjelenésekre, ahol szentmiség keretében ugye klasszikus vagy, a mai kortárs modern egyházzenét mutatnánk be. Aztán természetesen gondolkodunk a cappella koncertekben is, amiről valószínűleg hamarosan beszélni is fogunk, hiszen az első ilyen jellegű koncertnek a küszöbén állunk. Igen, nincs kétségem felül, ez a Harmonia Albensis, a királyi napok már, mint a muzika szakra keretében nagyon fontos szerepet játszanak majd. Ja, és hát akkor ezen ugye beszéltünk róla, nem kell mindig Händellel indulni. Ha már itt tartunk, akkor meglepett a felkérés, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy azért hivatott énekművészként és karnagyként is ismerünk. Tehát milyen a viszonyod az oratóriumhoz?
A felkérés az elég régen már megtörtént, és én egy darabig hezitáltam, mert a városban működő amatőr kórusok miatt ez egy kicsit így, tehát volt bennem egy ilyen kérdőjel, hogy meg tudjuk ezt oldani, tudunk-e az amatőr kórusoknak is lehetőséget adni a zenekarral való együttműködésre, mert hogy nekik erre szükségük van sok szempontból, de ugyanakkor valóban ennek a nagyon magas szintre emelkedett zenekarnak szüksége lenne egy magas szinten éneklő kórusra is. Úgyhogy egy darabig gondolkodtam rajta, meghánytam, vetettem magamban ezt a kérdést, és aztán végül elfogadtam a felkérést. Hát én nem mondanám, hogy művészeti vezetője vagyok ennek az együttesnek, hanem itt a városban egy ilyen előkészítő munkát, mondanám inkább így, hogy előkészítő munkáját végzem Pad Zoltánnak, aki amikor megérkezik majd Budapestről, és összefogja a zenekart és a kórust, akkor tulajdonképpen készen legyen, a keze alá legyen már készítve az énekesi gárda. Tehát ez lesz a hazai pálya előnye bizonyos értelemben. Hát tulajdonképpen igen. Jó, egyébként ha visszatérünk rá, tehát a profivá válás, hogy most ugye lehetőség nyílt arra is, hogy újabb álláshelyek, újabb státuszok születtek, ez még inkább megerősíti, hogy abszolút profi lehet a zenekar. Valóban a zenekarnál is folytatódik a fejlesztés. Ez abban nyilvánul meg, hogy már nem félállású muzsikusok fognak dolgozni a zenekarban, hanem április 1-től egész állásban gondolkozhatunk már, ami ugye, mint ahogy minden más munkahelyen alapvetően működik a részfoglalkoztatás is, így nálunk is, de már egész állásban gondolkozunk, tehát lesznek többnyire egész állásban foglalkoztatott, teljes foglalkoztatású muzsikusaink, és lesznek azok, akik egyéb elfoglaltságaik miatt továbbra is a félállást válasszák, de volumenében már így gondolkozhatunk. Ez azért nagyon fontos, mert ugye az már, ez a hír már köztudott, hogy ugye beadtuk a minősítés iránti kérelmünket össze, amelyek hamarosan várható az eredménye is. Ennek a minősítésnek a feltételeit alapvetően a teljes foglalkoztatásra írja ki a minisztérium, tehát ennek megfelelően szükséges volt ezt a bővítést meglépni. A kórus tekintetében azt tudni kell, hogy itt nem álláshelyek jönnek létre, amelyen a kórustagok alkalmazva vannak, hanem produkcióra megbízással alkalmazzuk őket, tehát ezek még jelen pillanatban alkalmi feladatok. No, akkor eljött az ideje, hogy beszéljünk az oratóriumról. Önmagában azért, mert ez a kifejezést használjuk, és mégis kevesen tudják, hogy honnét ered. Ugye azt tudjuk, hogy a 16. század közepe, és hogy az oratórium ugye egy templomhoz tartozó imaterem, mármint a szó jelentése önmagában, de zenei műfajként mit jelent, Éva? Ugye az imaterem jelentésből fakadólag alapvetően egyházi művek azok, amik oratórium formában megszólalnak. Zenekari kísérettel énekel kórus és szólisták működnek közre. Ismerünk nagyon sok oratóriumot, a Handel oratóriumok közül is talán a Messiás a legismertebb így az átlagos zeneszerető emberek számára. Na most Buxtehude ennél korábbi korszakban élt zeneszerző, és a Membrane Jesu Nostri az egy viszonylag, hát a városban talán egyszer sem volt előadva, ha jól tudom, de tehát, hogy viszonylag a magyarországi szinten sem túljátszott mű, tehát én azt gondolom, hogy ennek azért tarthat érdeklődésre számot ez a ritkán előadott mű, főleg itt nálunk. Igen, ez március 29-én lesz egyébként a szemináriumi templomban 19 óra 30 perckor, erről még beszélgetni fogunk, viszont akkor nézzük meg, hogy mi is különbözteti meg az operától az oratóriumot, hiszen itt is vannak szereplők, és itt is vannak a kapcsolódó dalok, tulajdonképpen egy történetet mesélünk el. Az opera az világi műfaj, tehát világi témát feldolgozó cselekménye van, az oratórium pedig minden esetben egyházi vonatkozású, tehát valami bibliai témájú történet, vagy elmesélés. Úgyhogy alapvetően ez a kettő között a különbség. Nyilvánvalóan az opera az egy kicsit fiatalabb dolognak érezzük, pedig a barokkorban is nagyon sok operát írtak,
de az opera műfaja leginkább a romantika idején teljesedett ki, és akkor vált igen népszerűvé. És az opera mai napig rendkívül népszerű a kortárs zeneszerzők körében is, hiszen mai napig sokan próbálkoznak operával, hiszen talán ez a műfajok királynője vagy királya, nem is tudom, hogy kell mondani. Ellentétben az oratóriummal, ami maga oratórikus darabokat mai napig komponálnak zeneszerzők, de a klasszikus értelmű oratórium, én azt gondolom, hogy ma kevésbé népszerű a komponisták körében. Persze az arány is megváltozott, azt is látnunk kell, hogy régen ugye az egyházzenei vonal az nagyon erős volt, tehát a zeneszerzők 80-90%-ban egyházi témájú zenéket komponáltak, és csak 15-20%-ban írtak világi témában. Hát ez az arány megváltozott mára, tehát... Igen, hát a klasszikus zenekedvelők egyébként bizonyosan vonzódnak hozzá, hiszen történeteket mesél el, csak nincs díszlet, nincs jelmez, nincs így mozgás, van. És ez így tökéletes. Egyébként ez egy jó műfaj egy énekes számára? Egy kvalifikált énekes számára? Ugye meg kell különböztetni azt az énekest, aki szeret mozogni a színpadon, és mindent kívülről megtanulni, és úgy elénekelni, hogy ő közben játszik, mint egy színész, és azt az énekest, aki szeret belekapaszkodni a kottájába. Tehát ugyan azt gondolom, hogy sokan vannak, akik azért énekelnek szívesebben, talán szívesebben oratóriumot, mert nem szeretnének színpadon, jelmezben színészkedni tulajdonképpen. Az én tanáraim között is voltak ilyenek, akik inkább kapaszkodtak a kottába, és szívesebben énekelték a stabilan, statikusan állva az áriákat, de valóban, tehát hogy tulajdonképpen a látványos különbség az oratórium és az opera között ez, hogy egyikben van jelmez, színpad, látványelemek, a másik pedig egy statikus, templomi körülmények között előadott mű. Tehát a szólisták él az ária, a nép pedig a kórus. A nép a kórus, így. Ebben az értelemben. Milyen kritériumai vannak egy... itt most például ennél a felvételénél hogy történt? Hát most egy kicsit azért Évára nézek, mert ugye itt egy komoly szakmai bizottság ült össze, amelynek tagja volt Éva, Pad Zoltán, Dubocki Gergely, ugye a zenekarunk karmestere, Selmeci Gábor koncertmester, és meghívtuk Gerendai Ágnest, aki szintén kóruskarnagy, és hát a teljes magyar zenei kórus életnek a nagyon jó ismerője. A próbaéneklésen kellett kötelező áriákat énekelniük a jelentkezőknek. Ezen kívül volt egy nagyon komoly megmérettetés alapról olvasás. És ezen kívül hoztak szabadon választott áriát is. Nyilvánvalóan hát ez ott mindenki megmutathatta azt, hogy mi az ő erőssége. A másik két műben pedig hát ugye a összehasonlítás segítő, meg hát képességek, felkészültségeket próbáltuk felmérni. Hogy áll össze egy oratórium kórus? A nemek arányát kérdezem. Alapvetően a férfi hangok, ugye mivel erősebben szólnak, ezért a női létszám az mindig egy picivel magasabb, mint a férfi létszám. Ebben az esetben 6 szopránról, 6 altról beszélhetünk, és a férfi szólamokban 4-5 ember. Ez az állandó és ideális? Hát ez a kamara együtteseknél ez egy ideális létszám. Tehát egy ilyen 20 fő körüli létszámot megcélozni az egy nagyon... jó kis mozgatható, de ugyanakkor, ha profi énekesekről beszélünk, hangerőt is produkálni tudó kórusról beszélünk, tehát hogy ez az optimális. Az imént már szó esett arról, hogy az oratórium az opera árnyékában van, a jelen korszakban nyilvánvaló, viszont mennyire vonzó ez a műfaj mostanság? Felfelé indult el ismét, vagy... Tehát elfogadottság tekintetében. Nagyon is jól tudjuk, hogy a templomi koncertsorozatoknál fontos, hogy ez legyen. És az operával nem helyettesíthető, sőt nem is kell összehasonlítani, én azt gondolom. De népszerű műfaj a mai jelzőszerkezettel élve? Én azt hiszem, hogy itt a választ
leginkább a helyi viszonyok alapján adnám meg, hogy Székesfehérváron ez a műfaj évtizedek óta egy nagyon erős vonalat képvisel. Ugye, ha csak onnan azt említem, hogy a bazilikai karácsonyi koncertek, amik szintén alapvetően oratorikus programot vittek, ezek nagyon-nagyon népszerűek voltak régen is, mai napig, hát most más helyszínen, de hát ugye a belvárosi templomainkban rendszeresen adunk elő oratorikus koncerteket, tehát itt Fehérváron mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly és erős irányzat, és nem változott különösképpen az érdeklődés iránta, tehát nem tudom se azt mondani, hogy kétszer annyi látogatója van, se az, hogy fele annyi, inkább az, hogy hát most ugye nyilván összességében azért az elmúlt néhány évben a koncertek látogatóinak száma jelentősen növekedett, ennek megfelelően valószínűleg az oratórikus műfajok hallgatóinak száma is növekedett. Igen, hát ez, nem is ezt vizsgáljuk nyilvánvaló, de azért hozzátesszük, hogy kultikus helyszíneink vannak ehhez. A szemináriumi, a Szent Imre templom, a természetesen a Ciszter, a Szent Sebestyén, mind alkalmas erre. Beszéljünk a szerzőkről. Ugye Hend neve mindenkinek beugrik, Bachheimin nem különben, de beszéljünk róluk, hiszen Hendel mindent visz. Ugye, hogy itt a műfaj betetőzője, ezt azért emeltem itt ki magamnak, mert ez valóban így van. Hát ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy mi okosat tudnék mondani a nézőknek. Beszélj egy kicsit Hendelről. Hát Hendel ugye a német baroknak alapvetően egy meghatározója, aki mindemellett ugye Angliában töltött jelentős mennyiségű időt, de hát ugyanúgy az opera műfajában is nagyon jelentős, hiszen nagyon sok operát, barokk operát is írt. Nagyon nagy a barokk oratóriumoknak a palettája, tehát nagyon széles a skála, rengeteget komponáltak, és én azt gondolom attól, hogy Hendel a csúcs, attól még nagyon-nagyon sok más barokk zeneszerzőt foglalkoztatott ez a műfaj, és ugye hát, hogyha Bach is szóba került, hát akkor ott például a passiók szintén oratórikus kategóriába tartozó műfaj, tehát ezek óriási jelentőségű, korszakos jelentőségű művek Bachnak a passiói, amit mondjuk így kiemelnék, de hát a későbbi korokban is, a klasszikában a Mozart misék, a requiemek, hát ezek mind ezekbe a kategóriába sorolhatók. Személy szerint kedveled a műfajt? Én nagyon szeretem, nekem a barokk az egyik kedvenc műfajom, vagy hát korszakom, bocsánat. Közben azon gondolkodtam, hogy Székesfehérváron az amatőr kórusok között is nagyon kedvelt Bach. És mondjuk a Bach kantátákat jó páran előadtuk. Én is fiatal gimnazista korom óta énekeltem a Primavera kórusban, és nagyon sok ilyen művet énekeltünk, oratorikus művet, de elmehetnénk akár Mozartig, vagy akár a romantikus szerzőkig, tehát nagyon sokat énekeltünk, és azon gondolkodom, hogy gyerekkoromban én ezt nem éreztem problémának, hogy egy 16-os futamot el kell énekelni, de valójában azért ez technikailag nem egy egyszerű dolog. Tehát egy a cappella együttesben énekelve, így, hogy egy-egy szólamot viszünk, most a muzikolórira gondolok, nekünk a reneszánsz és a barokk művekkel konkrétan énekórákat kell vennünk. Általában én fogom össze ezeket a dolgokat, és úgy próbálom edzeni saját magunkat. Ezt technikailag ez egy problémás dolog. És amikor az amatőr kórusban 40-50-én énekeltünk egy-egy futamot, egy kis koloratúrát, egy Bach négy szólamú kantátában is, az egyes szólamok szinte szolisztikusan kell, hogy tudjanak énekelni. Tehát ott az rengeteg munka kellett volna, hogy legyen. Valamilyen szinten nyilván lehetett volna ezen még dolgozni. És volt egy szint, amit nem tudtunk átlépni, mint amatőr énekesek, és most ez pont erre gondoltam, hogy mekkora élvezet lesz ezzel a profi csapattal ilyen nehéz, meredek, technikailag igenis nagyon dolgos műveket aprólékosan kidolgozni és profi szinten előadni. Tehát én ezt már nagyon-nagyon dörzsögettem a tenyeremet, és várom, hogy én is érdeklődéssel várom, annál is inkább, hiszen a bemutató már nincs olyan messze, ezt megmutatom
március 29-én, ahogy Évától már hallhattuk, Buxtehude, március 29, 19 óra 30 perckor a szemináriumi templomban a koncertet megnyitja Cser Palkovics András, és hallhatjuk akkor Ballagás Aliz szoprán, Jónás Krisztina szintén szoprán, Csapó József kontratenor, Marosvári Péter tenor, és Rezsnyák Róbert bariton, és Pad Zoltán vezényel. De akkor ismerkedjünk meg ezzel a művel. Ha már az előadóknál tartunk, itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy gyakorlatilag az öt szólistából négy székesfehérvári származású, tehát ez egy érdekessége lesz az előadásnak. Marosvári Péter például Finországból ezért érkezik haza. Na most a művel kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy a Buxtehude egy kiváló orgonista volt. Annyira kiváló volt egyébként, hogy Bach képes volt azért útnak indulni, nagy utat tett, hogy hallhassa Buxtehude játékát. Tehát a korábban ő azt hiszem mondhatom, hogy Európa vezető orgonaművésze volt, és nagyon jelentős az életművében az orgonára komponált irodalom. Ez a mű pedig Membra Jesu Nostri, ez annyit jelent, ez egy sok tételből álló mű, amiben Krisztus szent testének részein halad végig tételről tételre, tehát a húsvét tematikájához nagyon jól kapcsolódó darabról beszélünk. Nem passióról, de hát valahol ugye Krisztus szenvedéséről és ezzel a témával foglalkozó mű az. És ami érdekessége lesz az előadásnak, hogy ezt a barokk művet néhány barokk hangszer kísérni fogja. Tehát ez nem, tehát ahogy beszéltük, oratórikus darabról van itt is szó, tehát van egy kis mini zenekar hozzá. És ez nagyon-nagyon érdekes lesz, mert olyan hangszereket is hallhat a közönség, amiket itt Fehérváron eddig nem, vagy csak nagyon ritkán. Ugyanis két hegedű mellett lesz egy gamba konszort, ami azt jelenti, hogy a gambáknak egy csoportja, tehát különféle gambák, egész pontosan az öt művészt jelent, öten fognak gambán játszani. Lesz violone, ez a basszó continuo, tehát az egésznek a basszus alapját adja, és lesz teorba például, ami pedig egy bengetős, szintén kísérő hangszer, és természetesen lesz egy orgona is hozzá, hogy ebben a korban és műfajban szokásos, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon gyönyörű műről és reményeim szerint nagyszerű előadásról beszélhetünk, és nagyszerű előadást várhatunk. Nos, bizonyosan kimondhatom, hogy ott leszünk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek bennünket, és március 29-e kedves nézőink szeminárium. Templom 19 óra 30 perc, kérem ne feledjék, és maradjanak továbbra is velem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, minden jót.